Ez a Székely Dézsa fürdővel is rendelkező vendégház Vásárosnaményban található, 22 000 forintért foglalható egy főnek egy éjszakára. A település a Tisza közensége miatt népszerű nyaralóhely, de az országos listát továbbra is a balatoni térség vezeti. A szállásadók visszajelzése alapján azonban még itt sincs telt ház. Bár nagy az érdeklődés a különböző hotelek és apartmanok iránt, ezek még nem megvalósult foglalások. Az előrejelzések szerint mégis az idei nyár akár a 2019-es szintet is felülmúlhatja. Főleg az apartmanok, illetve az egyéb nem hoteltípusú szállások azok, amik hamarabb telítődnek, tehát elindult egy ilyen trend, hogy van kereslet a hotelre, de azért elindult a trend, hogy nagyobb az érdeklődés már a nem hotel típusú szállás helyek iránt. Ez a trend egyébként már a pandémia előtt is megmutatkozott, de a vírushelyzet az csak ráerősített, hiszen az emberek többsége bátrabban indul el úgy nyaralni, hogyha tudja azt, hogy a tömegtől távol, csak a saját társaságával, családjával élvezheti a vakációt. Ezt főleg a Balaton térségében teszik meg, de Észak-Magyarország is egyre népszerűbb. Nyíregyháza jelenleg a 11. helyet foglalja el a 2022-es nyári foglalások szerint. Hogy mely települések kerülnek fel a toplistákra, azt számos tényező befolyásolhatja. Ahol van valamilyen attrakció, lehet ez például az állatkert, vagy bármilyen olyan látnivaló, különlegesség, fürdő, ami programlehetőséget jelent, ez vonza a vendégeket, és ezt is látjuk, hogy alapvetően egy-egy utazás, nyaralás vagy őszi üdülés is valamilyen program köré szerveződik. Az ott tartózkodási idő is rövidült. A korábbi 5-7 nap helyett idén-nyáron átlagosan már csak 3 éjszakát töltenek egy szálláson a magyarok. Ez többek között a folyamatosan növekvő árak miatt alakult így. Országosan ugyanis átlagosan 15%-os az áremelkedés. Ez kicsit magasabb, mint a szokásos 10-11%. Aki viszont az elmúlt 2 évben nem volt belföldön nyaralni a COVID miatt, az most a korábbi árakhoz képest akár 30-40%-os drágulást is tapasztalhat.